Mit gyűjt, mivel foglalkozik a civil archívum a Fővárosi Levéltárban? Györgyi Csaba, levéltáros civil referens a vendégünk. Jó napot kívánok! Üdvözlöm szerkesztő, és köszöntöm a civil rádió hallgatóit is. Ha jól nézem, vagy jól emlékszem, akkor talán már 2017 óta, tehát 5 vagy 6 éve kezdték el ezt a munkát, hogy egy olyan, hogy is mondjam, csak gyűjtő helyen, ahol nem mindennapos talán, hogy a civil szervezeteknek ilyen hangsúlyos része legyen a Fővárosi Levéltárban. Persze közben rögtön magamat is cáfolni tudnám. Szóval, hogy elindult a civil archív projekt, és a magamat is cáfolni, bocsánat, akkor rögtön, hogy tovább mondjam, hogy én magam közösségi munkával foglalkozva rengeteget tanultam és hallottam arról, amikor régi egyesületekről szóló különböző gyűjteményeket, könyveket olvastam át, akkor nagyon sok mindent az ember megtanult. Szóval volt ennek már talán múltja. Minden esetre a Budapest Főváros Levéltárában elindult ez a munka. Mi is ennek a legfőbb célja, és hol tartanak? Nagyon jól mondta szerkesztő, 2017 tavaszán indult el egy koncentráltabb munka civil iratok gyűjtésére. El kell mondanom, hogy Budapest Főváros Levéltára és az ország összes többi közlevéltára is tulajdonképpen gyűjt civil iratokat, de ez a projekt arra volt hivatott, és most is ezzel foglalkozik, hogy egy meghatározott komplex, mondjuk így közgyűjteményi terv alapján gyűjti már, tehát egy tervezettebb, rendszerezettebb módon. Tehát egy önálló szekció, hogyha lehet, hogy ügyetlen ez a kifejezés, de egy önálló részleg legyen, ami kimondottan a civil anyagokat tartalmazza, erre utal? Igen, a levéltári iratokat, azokat fondokba gyűjtjük, ugye fond az egy levéltári egység, például egy adott civil szervezet iratait egy fondba rendezzük, és ez eddig is létezett már a Fővárosi Levéltárban, ez a római 10-es font főcsoport, de ettől kezdve tulajdonképpen egy nyitás történt a fővárosi lakosság felé. Szórólapokat készítettünk, plakátokat, én cikkeket írtam a kerületi lapokba, és több újságban is megjelent, illetve hát, ahogy említettem már, volt egy interjú korábban önöknél a civil rádióban. És milyen reflexiója volt ennek a dolognak? Tehát, hogy amikor önök nyitottak, meg léptek a nyilvánosság fele, volt-e fogadókészség erre? Azt kell mondanom minden álszerénység nélkül, hogy a civil archív projekt az egy sikertörténet, és nagyon sokan kerestek meg bennünket. Ugye el kell mondanom, hogy ez a projekt ez nem csak civil szervezetek iratait gyűjti, hanem magán személyek, illetve családok iratait is, fővárosi körben, tehát az illetékességi köre az a főváros. Pozitív visszajelzések voltak, és hát 2017 óta már hozzávetőlegesen 26 levéltári font, mint egy 50 irat folyométernyi iratanyag gyűlt össze ebben a kutató munkában. Ugye zárjában megjegyzem, a levéltári iratok terjedelmét mi irat folyométerben mérjük. Hú, egyre jobban belejövünk, és igen, megtanulunk már szakkifejezéseket, de ez nem feltétlen baj. Hát tehát, ha jól értem abból, amit mondott, akkor itt valójában a magángyűjtemények is, már úgy érte, hogy a magánemberekről való családi történet, nem tudom, ilyenek is a civil archívum részei, és én valamitől rögtön a szervezett civil formátumokra, vagy szervezett közösségekre gondoltam, és talán egy kicsit inkább erre is terelném a beszélgetésünket. Tehát, hogy olyan típusú anyagok is jöttek, akkor ezt mondta az előbb, amelyek már ehhez kapcsolódnak, tehát amely különböző fővárosi vonatkozású civil egyesületek, szervezetek, nem tudom, talán alapítványok is. Ez egy kérdés is, hogy milyen típusú formációkról gyűjtenek anyagot, de szóval mindesetre ez a másik fele talán a civil archív projektnek, ha jól értettem. Igen, ez a 26 font, ez a civil szervezetekre vonatkozik. Uh-huh. A magániratok esetében, tehát a személyi és a családi iratok esetében ez a szám még nagyobb. Igen, a civil szervezetek, tehát egyesületek és alapítványok, amelyeknek az iratait gyűjtjük, illetve az igazat megvalva civil referensként én vagyok az a személy, aki ezzel foglalkozom. A többes szám azért indokolt, mert a kollégáim nagyon sok segítséget nyújtanak ebben a munkában, de ez a gyarapítás a civil iratok terén, ez kifejezetten az én feladatom a levéltárban. És kezdeményezőek tudnak, vagy maguktól is jönnek a civilek, vagy ösztökélni, noszogatni kell őket?
már ilyen témájú anyagoknak a noszogatás kérdését. Talán nem annyira jó kifejezés. A legnagyobb probléma az volt, hogy eleve nem is tudtak rólunk, és a levéltárunk egyik fontos célja is többek között az, hogy a társadalmi jelenlétünket neveljük. Uh-huh. Tehát egyre többen ismerjék meg a levéltárak munkáját, itt a fővárosban a fővárosi levéltár munkáját, hiszen el kell mondanom, hogy ezen kívül számos olyan program van, amely a fővárosi lakosok számára nyitva áll, levéltárpedagógiai programok, vagy említhetem a nyitott levéltárak programját, kutatók éjszakája, múzeumok éjszakája, uh-huh. levéltári piknik, sorolhatnám, múzeumok majális. Igen, ezek nagyon határozottan a kifele való nyitást, tehát a pusztán gyűjtő, őrző, megőrző funkció mellett nagyon jól látható könyvtáraknál is, és az önök intézményhálózatánál is, hogy egyre inkább az élet fele, vagy a hétköznapi emberek fele közelítenek. Mi minden, tehát mondjon egy pár példát, hogy mik szoktak érkezni, amelyek klasszikusan ehhez ezeket a fondokat növelik, tehát ehhez a témához kapcsolódnak, ebbe a kollekcióba sorolhatóak. A civil szervezetek közül nagyon-nagyon különféle, nagyon egymástól különböző szervezetek keresnek meg bennünket, de amire mi számítunk, tényleg a teljeségigénye nélkül ezek alapiratok, tehát alapítók, iratok, alapszabály, megszűnéssel kapcsolatos iratok. Nagyon fontosak a tervezetek, a testületi iratok, hiszen az egyesületek ugye testületi formában működnek. Uh-huh. Jelentések és összefoglalók, projekt és pályázati anyagok, levelezés, azon kívül pedig minden más, plakátok, szóróanyagok, meghívók, visszaemlékezések, naplók, interjúk, audio-videó és fényképfelvételek, és nagyon fontos, és ezt kiemelném, elektronikus iratok. Tehát akkor már nem csak print változatok, hanem már ilyen korszerűbb adathordozók is, illetve hát már komplexebb, mert hiszen a videók azok már sokkal komplexebbek. Uh-huh. Igen, és volt olyan egyesület alapítvány, amely kizárólag elektronikus formában tudta átadni az iratait, tekintve, hogy már megszűntek a papír alapú iratok, ugye elkallódnak, de az elektronikus iratokat, azokat megőrizték egy adathordozón is. Nagy örömmel vettük át, és gyarapítottuk be a levéltár állományába. Hogyha így hirtelen, bocsánat, talán nem provokáció, de hogyha azt mondom, hogy valahol egy baráti társaságba ül, és valakik így nem is lekicsinyelnék, de nem akarnák nagyon az értékén kezelni ezt a dolgot, akkor hirtelen, ha valami nagyon önnek nagyon megrendítő, vagy nagyon fontosnak váló példát mondaná, hogy mi mindenre talált rá, mondaná valami ilyesmit, ami a hallgatók számára is, hogy na, ezek tényleg barom érdekes dolgok lehetnek. Tehát mi az, amit ilyen nagyon markánsan kiemelne a sok minden anyag közül, amit gondolom, hogy kap? Igen, itt a bőség zavara áll fenn. Ami például különlegesen értékes anyag, a rendszerváltás előtti és alatti egyesületek alapítványok, uh-huh. például az Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület, amely még ELTE természetvédelmi körnéven alapult, a hozzá kapcsolódó fiatalok, az Erdőért Egyesület, ezen kívül mondhatnám az Alba köriratait, ami egy nagyon jelentős... Ezek a rendszerváltásnak nagyon komoly előfutárai voltak, ha jól emlékszem, ezek a szervezetek. Pontosan. De a rendszerváltás utáni időszakból is tudnám említeni például a Hunyadi téri lakossági csoport iratait, uh-huh. illetve a Ordován téri baráti kör, és hát tényleg nagyon sok van, a felsorolt 26 font, az már a ténylegesen begyarapított anyag, de hát most is folyamatban van több ilyen irat. Ácskató irodalmi alapítvány, az egészen friss, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület. És hát ha valaki egy ilyen anyaggal rendelkezik, akkor mit tud tenni? Fölhívja önöket, vagy jelentkezik, elviszi önökhöz, és akkor hogy másolatot csinálunk belőle, vagy szóval hogyan zajlik egy ilyen anyagátvétel, vagy elfogadás, vagy felajánlás egyáltalán a polgárok részéről? Nagyon rugalmasan és mondjuk így lakosságbarát módon próbálom ezt intézni, ahogy említettem, ez nagy részt az én feladatom. Van e-mail címünk, e-mail címen, telefonszámom, bármi módon akár személyesen is meg lehet engem keresni. A Fővárosi Levéltár honlapján elérhetőek a plakátok, illetve a szórólapok, de a Budapest Város Levéltár a Facebook oldalán is. Talán megemlíthetem a Levéltár honlapját, ez www.döpöarchiv.hu,
de ha beírják, hogy fővárosi, Budapest fővárosi levéltár, ma már a keresők nagyon ügyesek, hogy valószínű, hogy segítenek ebbe. Tehát akkor biztathatjuk az embereket, hogy menjenek. Most a gyűjtés az nagyon fontos, akármilyen is a pillanatnyi felhasználása, de ha senki nem keresné, de azért mégis azt kérdezem, hogy a használói vannak-e már, akik felfedezték, és valamilyen dologra használják, vagy pedig még egyszer mondom, én azt is nagyon nagy értéknek tartom, hogyha a jövőnek gyűjtenek, de van-e már most valamilyen látható, vagy kereshet? Tehát vannak-e, akik ebből dolgoznak? Természetesen volt már doktorandusz érdeklődő is, aki talán az Oxfordi Egyetemen készítette a doktori dolgozatát, pont a civil szervezetek kapcsán. Készül ebből tanulmány is a rendszerváltáskori civil szervezetek története, különös tekintettel a fővárosiakra. Jöhetnek kutatók, ugye a kutatásnak vannak bizonyos szabályai, az iratanyag az védelem alatt áll, de aki tudományos célból szeretné kutatni, az természetesen kutatói engedéllyel rendelkezik és hozzáfér ezekhez az anyagokhoz. A kérdésére válaszolva, igen, már most is elég nagy az érdeklődés, mind a civil szervezetek, mind pedig az egyéb levéltári iratok iránt, elég magas a kutatószámunk, ezt most így fejből nem tudom, de több ezer kutató jelenik meg évente a kutatótermünkben. Hát köszönöm szépen, a civil archívumról beszéltünk, illetve egy civil archív projektről valójában. Györgyi Csaba volt a vendégünk, aki a Főváros Levéltárban levéltáros és civil referens, ahogy ezt ön is mondta. Köszönöm szépen, reméljük, hogy sok mindenkinek kedvet adunk. Akárhogy valami otthon létezik, egy eldugott kis könyv, valami dokumentum, hogy elvigye, vagy valamilyen anyaghoz, ha kutat, olvas, szeretne tájékozódni, hogy esetleg keressen módot arra, hogy hozzáférjen és olvashasson, kutathasson itt. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Minden jót viszont. Minden jót kívánok.